Tisztelettel köszöntöm a Pomáz Online nézőit, és tisztelettel köszöntöm Görög Béla festőművészt, a mai kiállításunk vendégét. Tisztázzuk a legelején, hogy Görög Bélát ezer éve ismerjük egymást, ugyanez nem látszik rajtunk, de nagyon régi az ismeretségek tekintet, ahogy földik vagyunk, tehát egy kicsikét, ha kilógunk egy baráti nexussal, akkor nézzék el nekünk. Béla, elsőként azt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogyan indultál a pályán, tehát az inspirációt honnan kaptad? Az inspirációt lényegében már a szülőktől kaptam, tehát a nagyszüleim révéről. Inkább nagyapám alapjában véve újságíró volt az egyik nagyapám, a másik pedig festegetett. Tehát lényegében ez így összejött a családban. Aztán ezt valahogy alapjában véve én úgy átadoptáltam magamnak az évek során, és így alakult ki, hogy lett belőlem festőművész. Folytatva Pomázon vagyunk, ugye itt a Teleki Vattai kastélyszállóba, és itt lesz a kiállítás. Hogy kerültél Pomázzal kapcsolatba? Pomázzal kapcsolatban úgy kerültem, hogy sok ismerősöm, és mondhatnám barátom van, Pomázon, és főleg Szentendrén, inkább azt mondhatnám, hogy Szentendrén, ugye Pomáztól Szentendre 1-2 kilométerre van, és ezáltal alapjában véve valahogy belecsöppentem ebbe a kis millióbe, ami annyit jelent, hogy ismerettség alapján is, és egyéb olyan helyzet alapján belekerültem abba a kis csoportba, ahol annyit jelentett, hogy sikerült összehozni egy kiállítást itt Pomázon. Értem. Kanyarodjunk most vissza a festészethez, és hadd kérdezzem meg tőled azt, hogy a stílus, valahol olvastam rólad, hogy realista romantika az a stílus, amit te képviselsz. Előbb ugye végignézegettük a tárlatnak az anyagát, és akkor már eznek a jegyeit minden képen megpróbáltuk megfejteni, illetve ezek nagyon jó látható jegyek is voltak. Erről kérdeznélek. Igen, ez egy jó megfogalmazás a részedről, hogy realista stílus és realista megfogalmazása a festészetnek, mert tényleg én is ezt szoktam használni, ezt a védjegyet, mivel megpróbálom azt, hogy két dologra appellálok ezzel kapcsolatban, az egyik a szín kiválasztása, általában a kék és a sárgához közel álló színeket, okker színeket használom, és azon belül tényleg, mint stílusként a realizmust, azt a realizmust, ami lényegében ezt képviseli. Igen, tehát a képek, igen, a képeknek a címe is, vagy a képeknek a megfogalmazása is azt sejteti, hogy ezt szeretném, ezt a vonalat folytatni, és itt ennek például ennek a kiállításnak az a cím, hogy illusztrációk. Itt az illusztrációkon belül van például, akit a vonat püstje megcsapott, tehát könyv és egyéb olyan illusztrációkról beszélek, amelyek vagy könyv, vagy pedig egy zenei illusztrációkat foglalnak magukban. A ihletés az onnan jön. Igen. Például Nana, azt például nagyon szeretem azt a kis képemet, ahol ugye ugyancsak egy könyv címe, vagy pedig nagyon sok ilyen könyv igen, és egy ilyen kapcsolatú tehát dolog. Tehát amikor zenélnek a képen, igen. Az is nagyon, tehát egy abszolút realista jegyeket tükröz, vagy az a kutyás képed, ott is a kutyának a mozdulatai, a testtartása abszolút megfelel annak, ahogyan egy kutya tényleg... Ahogy figyel arra, hogy egy ködbe veszett dologra figyel, tehát igen. Amit látja, hogy van valami, a farka úgymond föláll, tehát egy teljes figyelem látszódik ennél a kutyánál. Igen. És utána például az esernyővel ez a férfi csak úgy megy, de a kutyának a feszültsége valahogy átmegy rá is. Jobban szereted ezeket a ilyen jellegű inspiratív képeket, vagy például a tájképeket, vagy a egyéni portrékat,
mondjuk azokat talán nem is láttam, amit most. Nem szeretem a portrékat. Két dolog miatt festettem sok portrékt, úgy a jó pár 30-40 év során. A portékkal az a nagy probléma, hogy mindig az emberek ahhoz hasonlítják, hogy egy fényképszerűen, vagy például az, akiről portrét készítek, az nem úgy néz ki, ahogy ők elképzelik. Na most egy festőnek mindig az a lényeg, hogy mit lát abban az emberben portrészerűen, tehát azt az egy pillanatot, vagy egyáltalán azt a momentumot megfigyeli, ami jellemző arra az emberre. Na most egy családtag nem biztos, hogy érzékeli azt az egy pillanatot, amit egy festő erről az emberről megfest. Igen. És nagyon nehéz portrét festeni. Nem nagyon szeretek. A fénykép, ha portrét akar valaki, akkor fényképezze le, igen, tegye ki a falra, és kész. Portré az egy pillanatnyi dolog, azt nem lehet megfogalmazni, és megkapni abban a pillanatban. Igen. Lehet csak maximum, de úgy hosszú távon nem. Igen, itt most azt kapizsgáljuk egyébként, hogy a festészetnek, vagy éppenséggel a képzőművészetnek, de itt most maradjuk esetetben a festészetnél, hogy milyen óriási erő van a kezében. Én ugye író ember vagyok, és beszélgettem így festőkkel, családban is vannak, zenészek is, meg festők is, és a lényeg az volt, hogy arról beszélgettük, hogy melyik lehet a kifejezőbb művészet? Melyik lehet a szabadabb művészet? Én mondtam, a képzőművészet végül is egy nagyon szabad művészet, mert ott sok minden lehetőség, nonfiguratívtól elkezdve bármit meg lehet csinálni. A legkötődtebb végül is én azt mondom, hogy az írás, mert ott nem lehet a betűket, szavakat össze-vissza haigálni, vagy valamit. Ugyanakkor nagyon irigylem a festőket, mert a festő egy arccal, egy szituáció ábrázolásával annyi mindent el tud mondani, amihez lehet, hogy nekünk 10 oldal tele kellene írnunk, és még akkor is pontatlanok lennénk. Tehát hihetetlen nagy erő van a művészetekben. Nem tudom, ezt te hogyan látod. Tehát hihetetlen gazdagságot tudtok elérni. Érdekes, hogy ez egy kicsit vitatkozni szeretnék ezzel. Tehát nem azért, mert rosszat mondasz, hanem azért, mert az úgynevezett művészetben is, tehát a festő és grafikus művészetben is vannak megkötések. Tehát magyarul lehet jól és rosszul dolgozni, ezt talán nem is a laikusok figyelik meg inkább, hanem a hozzáértők, hogy ez az ember, ez ért ahhoz a művészethez, amit csinál. Tehát ott is nagyon nagy megkötések vannak a művészetben is. Nehogy azt higgyük, hogy elkezdek firkálni, aztán majd lesz belőle valami. Na most alapjában véve az írásban, ott is ugye van egy nonfiguratív, vagy hogy mondjam így, nálunk nonfiguratív, de ott nálatok, hogy mondják, nem is tudom, tehát hogy hát egy ilyen eklektív valami igen, dolog. Igen, avantgárd dolog. Tehát vannak olyan versek is, aminek mondjuk meg őszintén sokszor semmi értelme, vagy semmi olyan dolog igen. nincs benne, amit a laikus vagy olyan ember részre, hogy hát nézd, most mit akar kifejezni, miről igen, akar beszélni? Talán az őszélú művészeti igen, igen. megnyilvánulása. Tehát a mai világban azért mondjuk azt, hogy mindenki idézőjelben azt csinál, amit akar, tehát a művészet, a képzőművészetben is, és az irodalomban is azt csinál, amit akar, és így alapjában véve lehet, hogy kiegyenlíti a kettő egymást, és valakinek ez tetszik, van akinek azt tetszik, erre igen. nem tudok mit mondani. Az előbb, amikor nézegettük a tárlaton a képeidet, akkor kérdeztem tőled, hogy te ez mind olaj, vagy éppen van benne akvarell, és azt mondtad, egyik sem. Egyik sem. Mégpedig azért, mert érdekes módon most csúnyán fog hangzani, ezt én találtam ki, ezt az úgynevezett diszakrilt. A diszakril az annyit jelent, hogy a disperziós festéket, tehát relatíva a falfestéket, a fehér falfestéket keverem egy akril jellegű és színező paszta jellegű dologgal, egy hármas összetétellel, ami kiad egy egyveleget, ami által festek, és én úgy érzem, hogy ez milyen diszperziós, tehát egy relatíve örök életű, tehát nem olyan, mint egy olaj, ami megtörik, tehát az idő megeszi, hanem ez egy ilyen műanyag festék, kiválik összességében, és ezzel most már 15-20 éve ezzel festek, és sok embernek ezt
most nem azért nem akarom fölhozni, Bányász Béla bácsinak is Vecsésről, igen, mondjuk így, őnek is ajánlottam is, vagy Jóna Jánosnak, Jóna Jancsinak is jó barátaim voltak mind a ketten, ajánlottam is, és elkezdtek ezzel festeni. Olcsóbb, olcsóbb, mint az olaj, vagy akármi, és ez időtálló, azt lehet mondani. Ajánlom mindenkinek. Béla, most, hogy már nyugdíjas is vagy, talán jogos is a kérdés, most mivel foglalkozol? Mert én úgy tudom, hogy azért a képzőművészetnek másfajtáját is kipróbáltad. Itt is láttunk majd a kiállításon is, meg magában a kastélyban is vannak ennek nyomai. Igen, igen, mert lementünk most a lovakterembe, ugye, és a lovakteremnek a folyosójára készítettem, és talán ezzel kapcsolatban van Pomáznak kapcsolatban állok ezzel kapcsolatban is, mert ide készítettem két olyan 1 méter x 60 centis ovális üvegmozaikot, amely a kastélyt ábrázolja, és azon belül egy ilyen ugyancsak olyan dolgot ábrázol, amit előbb mondtál, hogy a realizmusnak, és lényegében a, hogy mondtuk, a milyen realizmus? Romantikus realizmusnak egy képviselője lett. Tehát ha majd lemegyünk és megnézzük azt a képet, lefényképezzük, akkor látszik. Tehát az festett üvegből van. De azt egy más technikák is vannak. Igen, azt én találtam, most megint csúnya hangzik, én találtam ki, én festettem meg az üveget. Tehát az annyit jelent, hogy olyan üveget festek olyan színre, amit szeretnék, vagy akarok, és akkor ezáltal ezt ráragasztott. Tehát egy üveg mozaikot készítettem. Igen, de ott láttuk, hogy azért még sárga réz bevonatok. A ruhák mentéjét, igen, az igen, díszíti. Ilyen tehát három dimenziót is bele csempésztem a dologba, igen. De itt a tárlaton van még egyéb más technikával előállított kis igen, szobrocskák is. Igen, igen. Érdekes, hogy én nem csak lemragadtam a festészetnél, grafikánál, meg grafikát is csináltam nem egyet. Például a Szénási Sanyinak egyik könyvéhez csináltam grafikákat, Vecsési írónak, Szénási Sanyinak, a Resélyes idő című könyvéhez. De azon kívül a szobrászattal is próbálkoztam, nem nagy sikerrel. Majd, ha esetleg látják a emberkék, tehát akik majd itt a kiállításon részt vesznek. A végső kritikát ők mondják. Igen, meg. Igen, igen. Az egy ólom, érdekes, nem öntészettel készült, hanem egy ilyen, nem is tudom megmondani, páka rendszerrel, most, hogyha valakinek mondom, ezzel van. Tehát pákával építettem föl lényegében a szobrot. Igen. Egy ólom szobrot. Igen. Nagyon szép, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Na most egy kicsikét lépjünk túl most a művészeteden, mert hogy közösség kultúra szervezői tevékenységed is van. Tehát a Kis Galériák Országos Szövetségének voltál tagja, aztán elnöke és egyéb más szervezeteknél, de Szűke Pátriádban ott két amatőröket, képzőművészeket tömörítő egyesületet is létrehoztál. Kicsit róluk beszéljél. Igen, hogyha most így már említetted, a Kis Galériák Országos Egyesületének voltam az elnöke. Nem sokáig, mondjuk egy fél évig, de ez annyit jelentett, hogy elég nagy spektrumot tudtam ezzel befogadni, és az ország egész területén, tehát Veszprémtől egész Gyuláig állítottunk ki, tehát elég nagy területen és országos szinten is nagyon nagy képzőművészeti tagokkal, tehát akik tényleg jegyzett tagok is. Na most a visszatérve Vecsésre, ott igen a perifériárt csoportot alapítottuk meg 1997-ben, tehát nem most, 1997-ben, tehát ez sem most volt. Azon kívül a Gammelt, meg 1991-ben a Gammelt, az már fiatalok, gyerekeknek a képzésére szolgált, és a mai napig működik. Nem általam, én átadtam 10-1 évvel ezelőtt, de működik. Igen, de most azért kettő között annyi cezúrát húzunk meg, hogy az egyik az, tehát a Gammelt kör az, ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor a kézműves
szakmákkal és a ehhez társművészetekkel foglalkozott, viszont a Perifériárt az meg kifejezetten képzőművészeti egyesülés volt. Így van, és ráadásul úgy, hogy a Perifériát, ha maradunk kérni, hogy a Gammel a gyerekeknek készült inkább, a Perifériát meg a felnőtteknek, tehát az úgynevezett 18 évtől 99 éves korig, ahogy szokták mondani, és nagyon-nagyon sok országos kiállításon vettünk részt, például az országos OKIT, az Országos Képző és Iparművészeti Társulatnak a kiállításán nagyon érdekes volt, hogy 9 tagunk állított ki egyszerre, ezt azért így mondom keményebben, hogy 9 tagunk, hogy körülbelül 50 állítottak ki, és abból a 500-ból vagy 1000-ből, és abból 9 vecsési volt. Igen, nagyon néztek is különben, hogy hogy hoppá, hát azért ez húzós, hogy 9 ember egy településről. Most jut eszembe, és kicsit visszakanyarodok Igen. az itteni kiállításra, hogy akasszák a hóhért, mert te hosszú éveken át vecsésen művészeti vezetője voltál az ottani kulturális intézménynek, és éveken át szervezted a kiállításokat. Nyugodtan elmondhatom, hogy egy évben körülbelül 10-11 kiállítás mindig megvolt, és bizony jelentkezni kellett jó időre, hogy egy szabad terminust egy 4-5 hónap múlva az ember találjon. Ott milyen gondolatok, mi volt a vezérfonalat, hogy milyen szakmai célok vezettek a kiállítások szervezésénél, a meghívottakra vonatkozólag? A szakmai cél annyi volt, hogy mindenféleképpen nem az érdekelt, hogy most végzette képzőművészeti főiskolát, vagy olyan iskolát, amely lényegében őt magasabb szintre emelné, hanem alapjában véve az volt, hogy a munkássága megfelel annak a szintnek, ami a kiállításunkra érdemes. Na most azért mondjuk meg őszintén, hogy azért figyeltem arra, hogy olyan emberkék, most neveket is mondhatnék, és talán lehet, hogy mondok is, mert szentendrei illetőségű Aknai János állított ki nálunk, aki azért a művészetnek az egyik legnagyobb képviselője. Munkácsi sora. Sőt, most megkapta egy vagy két évvel ezelőtt a Nemzetművészet címet. János. Hál' Istennek jó barátom, de ez egy dolog. Sajnos nem tud részt venni most, mert meghívtam, de bizonyos körülmények között nem tud. Azon kívül nagyon sok tényleg olyan művész próbáltam oda elhozni, például Gyulai Liviuszt, aki ugyancsak egy nagyon nagy grafikus, és ott volt, és ott ünnepelt a 75. születésnapját vecsésen. Tortát kapott, tehát ez érdekes. És inkább azt szerettem volna ezzel mondani, a lényegesebb dolog, hogy úgymond, most egy nagyon csúnya szót fogok mondani, egy pofátlanul elkértem tőlük mindig egy alkotást. Uh-huh. És vecsésen igenis ott van ezeknek az egy alkotása benn a falon, vagy akár raktárban, most hirtelen, de a falon ott volt sokáig, bizony. Tehát ott legalább 40-50 olyan festmény meg alkotás van, amely vecsésnek a hírnevét, vagy egyáltalán az anyagi jólétét kicsit erősbíti. Igen, és hát itt tegyük hozzá, hogy egy pomázi illetőségről, Petrás Máriáról is beszéljünk. Hát Petrás Mária, ő is ott volt. Tudom, volt kiállításon, úgyhogy... Hogyne, őnek is ott van egy alkotása. Elnézést, hogy egy kicsit most hirtelen ki is felejtettem. Igen, Pomázról Petrás Mária, ismerjük, ott van, és nagyon nagy művész, és nagyon, nagyon hírneves, és nagyon-nagyon jó ember. Igen, így igaz. Befejezésül azért, hogy egy kicsit bővítsük a rólad alkotott képet, hogy te azért a zenéhez is van egy kicsi affinitásod. Igen. Dobolsz, igen. De még úgy tudom, hogy dalszövegeket is írsz. Igen. Igen, hát ez egy ilyen, megint, ahogy előbb mondtam, egy eklektív dolog vagyok, ugye, hogy így mondanám, így fogalmaznám.
Igen, Becsésen 1972 óta zenélek. Majdnem egy, hát nem nagyobb, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Általában én kezdtem dobolni ott a Willinek, a Williams televízió vezetőjének, igazgatójának, tulajdonosának a légkörében. Akkor alapítottuk Willivel a Dinosaurus, hát nem Dinosaurus, mert akkor más néven neveztük, Glec nevezető együttest, 72-ben ott kezdtünk, ott doboltam, én voltam az első dobosuk, aztán sok dobos volt még a mai napig utánam, és a mai napig is dobolok velük, inkább csak kongán, bongon, tehát külön inkább kézidobokon, tehát most már az. Akkor válaszolva még a második részére a kérdés, a dalszöveg. Igen, írtunk Willivel két rockoperát, az egyik volt a Fal nem épül ember nélkül, a másik pedig a Becsés 700 éves. 700 éves szívdobbanás. És én megmondom őszintén, hogy a mai napig nem tudom fölfogni azt, hogy micsoda dolog lett ebből, mert én úgy, hát jó, megírtam a dalszöveget mind a kettőnél, de hogy olyan elismerést kaptunk az önkormányzattól, tehát a polgármester úrtól, meg Becsés kultúráért. Tehát egyszerűen én nekem ez ilyen játék volt, úgymond. De aztán nem lett játék ebből, mert azt mondták, hogy Magyarországon kevés van ilyen. Legalábbis azt mondják. Egy településről egy rock opera, az azt hiszem, kettő, hogy kuriózum kettő, mind a kettő. Igen. Szóval lényegében ez volt. Ja. Hát mielőtt az utolsó kérdés főterem, hagyd mondjam el, hogy Görög Béla festőművész 1999-ben Pro-Urbe, 2003-ban pedig Róder Imre díjat kapott a munkásságáért. Ebből is alkalom és utólag is gratulálok neked. Köszönöm. És befejezésül, boldog nyugdíjas napjaidban hogyan telnek most a idők? Mit csinálsz? Mint befejezésül, hagyd mondjak is, ne sokat erről. Jól telnek. Ennyi. Jó egészséget és sok sikert. Köszönöm szépen. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek, aki majd eljön a kiállításra, megnézi, akár otthonról, akár innen, és mindenkinek jó egészséget kívánok.